Kamerák és sorompó védi az alkotmányvédelmi hivatalt. Az épület egy sarokra van a Honvédelmi Minisztériumtól. A kormány most áthelyezi egy másik városrészbe. Ide a Fehérvári útra költözik a hivatal. Vele egy épületben működik majd a ma még csak papíron létező terrorelhárítási, információs és bűnügyi elemző központ is. Csak a költözés majdnem 3 milliárd forintba fog kerülni. Következő 3 évben 2018-ig pedig további 15 milliárd forintot szán a kormány az épület felújítására és informatikai rendszerek kialakítására. A demokratikus koalíció szerint a kormány számolatlanul szórja a pénzt. Egy újabb felesleges pénzkidobás, ami azon túlmenően, hogy rengeteg pénzébe kerül az adófizetőknek, óriási biztonsági kockázatot hordoz, hiszen a város szívében a honvédelmi tárca közvetlen közelébe vagy üresen fog állni egy épület, vagy valószínűleg értékesítik. De nem csak az alkotmányvédelmi hivatal költözésére csoportosítottak át a költségvetésből. Terrorelhárítási célokra összesen 55,8 milliárd forintot fordítanak idén. Ennek nagyjából a negyedét a TEK kapja. A terrorelhárítási központot 2010-ben hozták létre, és évi 10-13 milliárd forintból gazdálkodhat. A szervezet vezetője Hajdú János, Orbán Viktor korábbi testőre. A TEK nem csak Orbán Viktort védi, feladata a terrorcselekmények megakadályozása és magyar túszok kiszabadítása is. 2013-ban például két Szíriában elrabolt férfit mentettek ki a fogságból. A férfiak rokonai zokogtak, amikor megtudták, hogy egy év után ismét találkozhatnak szeretteikkel. 2011-ben pedig egy Tájföldön élő magyar férfit szabadítottak ki, akit váltságdíj reményében tartottak fogva 8 hónapig a távol-keleti országban. A TEK kevésbé sikeres akciói közé tartozott, amikor lefoglalták azokat a hatástalanított fegyvereket, amelyeket Brad Pitt Magyarországon forgatott zombifilmjéhez használtak volna. Vagy amikor a Műszaki Egyetemen csaptak le egy Luke Skywalkernek öltözött férfira, kiderült, éppen filmet forgattak a diákok, amire engedélyük is volt. A terrorelhárítási központ az idei 12 milliárdos költségvetéséhez további 15 milliárdot kap. A kormány szerint azért, mert a párizsi és brüsszeli robbantások után növelni kell a terror megelőzésre fordított pénzeket. Interjút hiába kértünk, a belügyminisztérium csak írásban válaszolt. Azt írták, hogy az intézkedések az úgynevezett terror elleni akcióterv részei, és hogy az ország védelmi képességeinek javítása érdekében van szükség új szervezetre és erősebb jogi eszközökre. A TEK-et is hiába kerestük, ők is csak írásban válaszoltak, annyit, hogy a plusz 15 milliárd forintot a szervezet megelőzési képességeinek fejlesztésére használják fel.